Igen, elhiszem, örülök neked, de mondanom kell valamit. Nagyon Nézzel, fontos. Találkoztam hogy, azzal a lányjal. Micsoda? Igen, tudom, hogy találkoztatok. Remek bőr, de figyelj, figyelj rám! Miért remek bőr? Miért lenne az? Nem tök mindegy. Remek bőr is kész. El kell mondanom neked valamit, figyelj! Hogy? Nekem alig, hogy én ugyanis elmegyek. Hé, hey, Johnny! Elmegyek. Figyelj! Halló? Ed? Mama? Igen, honnan tudod a számomat? Egy fülkében vagyok a semmi közepén. Hogy érted azt, hogy költözzek vissza? Figyelj, mami, elmesélem, mi történt veled tegnap este. Mama, figyelj! Nem költözöm vissza hozzátok, 32 éves vagyok, és szükségem a magánéletre, hogy olyan tudod, hogy mi az. Mama, figyelj! Mama, most miért kell megint felidegesíteni magad? Mama! Hello, hogy vannak? Az én nevem Ed Mellow, közismerten az agydaráló. Pár perc múlva megtudják, hogy miért. De a falra mászom attól, hogy senki se figyel, hogy senkiben nincs együttérzés. De maguk mások, maguk nem mennek el, higgyék el nekem, oltári sztorim van a számukra. Andrew Dice Clay, Gesztesi Károly. Terry Hatcher, Farkasinski Edit. Yuji Okumoto, Háda János. Deborah Van Valkenburg, Jani Ildikó. Brian James, Kárpáti Tibor. Tim Thomerson, Barbinek Péter. Charles Rocket, Rosta Sándor. Nicholas Guest, Juhász György. Agydaráló. Egy igaz szerelem története. Éve a díszletek. A történet Londonban kezdődik. A főnök ez egy tyúk itt. Egyszerűen tökéletes. Sam, 5 perc szünet. Legyen inkább 5 év. A neve Samantha, és egyike azoknak a szupermodelleknek, akik körül annyi pénz és sikeres hapsi hőzünk. Egy könyv? Hihetetlen igaz, egyszerre olvasok, és viselek fürdőruhát. Két számot is össze tudok adni. Ne haragudj. Te olvasni is tudsz. Egy észlényt készülök feleségül venni. Amint látják, Samantha nem tartozott a legszerencsésebbek közé, ami a kapcsolatokat illeti. Na, hiszen még nem találkozott velem. Juhé! Majó, most mit követett el? Sam, várj! Ez a tiéd. Ha egy újabb ajándék, akkor nem kell. Nem tőlem van, hanem a nővérettől. Mi, az egész Párizsból cipelted idáig? Amilyen hülye vagyok. Az biztos. Inkább a szívedet hoztad volna el. Persze, csak ha van ilyesmi, nem tudom. Ki más ajándékozna neked egy 10 000 dolláros Rolex órát, he? A Rolex nem szerelem. Majd visszaküldöm. A tiéd. Egy napon még nagyon megbánod ezt. Nem fogsz te mindig így festeni egy fürdőruhában. Szóval Sam megkapta a csomagot a nővérétől, és ezzel aztán el is szabadult a pokol. Samnek az lett volna a dolga, hogy vigye a csomagot Portlandbe, ahol a nővére vár rá. Jézusom, mi lehet ez? Mi ez? Ez itt az oregoni Portland. Én is itt lakom. És a történet többi része is itt játszódik. Na, a bevezetőnek vége.
Erre jöjjön, Miss Crane. Azt hittem, a farsangnak már vége. Ezek Shaolin szerzetesek. A Vörös Lótusz szektából. Kereszteztük egymás útját. Mit beszél ez itt neked? Micsoda nyelv ez? Mit mondott? Értékelné, hogyha befognád a szádot. Miért nem ezzel kezdi? Hé! Mit akar? Mit csinál? Hol van? Ő nem tud semmiről! Mondd meg a nővérednek, hogy fedje fel előttünk a Vörös Lótusz rejtek helyét, de most rögtön. Várjon csak, maga beszél angolul. Nagy bajban vannak, fiúk. Ez itt nem Kína. Csak... Hol van a csomag, amit kértem tőled? Elfelejtettem. Csak egy modell. Igen, hülye liba vagyok. De ezek a maskarások most megölnek, soha nem kapják meg a csomagot, ezt mondd meg nekik. Mondd valamit. Sajnálom, hogy belerángattalak. Már kezdtem megszokni. Adj ide a Vörös Lótuszt! Adj ide, értette? Miért is ne? Tessék, erre van. Ezek a fickók őrültek. Hát, még mi? Ezért még megfizet, Miss Craig! Meg fogjuk találni! Gyere már, Sam! Állj már fel! Gyerünk! Erre gyere! Mit turkálsz most ott? A félvilágon át elküldöd ezt az izét, majd megkérsz, hogy rohanjak vissza. Belegondoltam, valami baj van, ahogy körülötted lenni szokott. Kik ezek a ninzsák? Már mondtam, kínai szerzetesek, a ninzsák japánok. Részlet. Gyerünk már! Honnan tudhatom volna, hogy Armbruser egész Portlandig követ? Oh, Armbruser, mi közöd ehhez a fickóhoz? Nem hagyhatom, hogy megszerezzék a Vörös Lótuszt, mikor Wu végtelen hatalomról beszél, nem viccel!
Azt hiszem, leráztuk. Egy kínai szerzetes nem rázol le, legfeljebb nem hallott, ha utánad jön. Téged viszont messziről elárul ez a kopogás. Dobd le! Ez egy 400 dolláros cikl. Részletkérdés, te menj arra, majd találkozunk a Szent Lukács templomnál. Micsoda, csak nem akarsz itt hagyni. Ők ezt keresik, úgyhogy engem fognak követni. Nem akarlak még jobban belerágni. Nem hagylak magadra, mama biztosan meg. Most felejtsd el a mamát! Legyél a Szent Lukácsnál. Holnap, délben. Most ünj el innen, de a sarkaid nélkül. Jézusom! Nála van a vörös lótusz. Ő okos, és törbe csalhat minket. A húgát könnyebb lesz elkapni, mint ő magát. Akkor elcserélhetjük a lányt a virágért. Helyes. Gyerünk! Segítség! Nincs nálam! Hagyjon a végén! Segítség! Oké. Okay. Jó mulatást. Tűnj el az útból, te rohadéka! Miért nem jöttök vissza holnap, ha kijózanodtatok, ha? Hát ezért nevezik úgy. Az agydaráló. Lép, Benny, hívd a sarukat, még négyen vannak. A zsaruk úton vannak. Lesz a kabátod. Kösz. Nem négyet mondtál? Ismersz, a matek nem erős oldalam. Van egy kis tüzed? Na persze. Te figyelj csak. Egy csaj bejutott. Ó, ne hülyíts már. Egy csaj átvert az agydarálót. Ezt hová írjam föl? Sehová. Bemegyek, tartsd a frontot, oké? Okay? Meg lesz. Bemehetünk? Egy pillanat, csak türelem. Ez az. Ó, sose jutunk be. Thank you.
Nincsák az ajtóban! Nem vagyunk nincsák! Keres maga itt! Gyerünk! Halljon már, mit akar tőlem? Belógott a kapun. Nem látta, hogy azok a ninják üldöztek? Meg akarnak ölni? Ninják. Igen, ninják. Azok a kretének maszk van. Nálunk remsegnek az ilyenek. Maga viszont nem idevalósi. Férnél van? Figyeljen már, kínai ninják üldöznek, mert a korlátlan hatalmat akarják. Mainben van egy non-stop detoxikáló. Úgy nézek én ki, mint aki berúgott maga izomagyú állat. Ez az izomagyú állat most szépen kidobja magát. Gondolja automatikusan, hogy ami hihetetlen, az egyben hazugság is. Tapasztalat. Lehetőséget sem ad a magyarázatra, igaz? Nem, egy nőnek soha. Mondja, mi baj a nőkkel? Ami másnak, túl sokat beszélnek. Tudja, hogy ez a magatartás még nagy bajba juttathatja? Remélem is. De gyerünk! Nem kell ez az estévesek, ami gyilkos ninjákról. De várjon csak! Mi baja? A zaj abba maradt. Igen, mert elhallgatott. Csönd! John, mi történt? Maszkos őrültek, mindenkit kinyírnak! Miki, Istenem! Szépeleség, nem tudom elhinni! Elhiszem ki! Elhiszi végre? Ezek a ninják gyilkosok! Nem vagyunk ninják! Nehezen nyílik. Vissza! Az Isten itt! Kik ezek a fickók? Az udvar Roy? Na gyerünk! Ugorjon! Micsoda?
Gyorsan, ugrás! Ugrás! Nem! De! Francba! Gyerünk utánuk! Kösz szépen! Mi volt ez az egész? Hosszú történet. Van időm? Vajon rágyújtok? Igen. Kár, mert nem fogok leszokni. Na. Szóval mi van? Srácok nem csípik a rock'n'rollt? Kemi szerint valami vallási szekta tagjai. Ki az a Kemi? A lönköt nővérem. Elvett tőlük valamit, azt hittem megtarthatja, odaad engem. Miért nem adják vissza, amit ezek akarnak? Kemi szerint van olyan értékes, hogy az életüket kockáztassa érte, és bár nehezen ismerem el, Kemi mindig tudja, mit csinál. Tényleg? Tudós féle. Szóval maga a szép, ő pedig az okos, mi? Kemi nagyon szép. Szóval a megtestesült tökély, és magának mi maradt? Jól van, izomagyú. Segít nekem, vagy nem? Elviszem a zsarukhoz, de tovább egy tapottat sem. A zsaruk nem csinálnak semmit. A törvény nem tiltja, hogy valaki zsaru legyen. Ezek a ninják kinyírtak egy fél klubot, ezt viszont tiltja a törvény. Más oka is van, hogy nem mehetünk a rendőrségre. Micsoda? Fél mégis, hogy a detoxiban köt ki? Kemi becsempésztetett velem valamit az országban, ami viszont nem drog. Akkor micsoda? Egy virág. Kínából. Wu szerint ez a korlátlan hatalom kulcsa. Wu? Ki az a Wu? Az a fickó, akit szét akart verni a poroltó készülékkel. Érdekes. Segítene eljutni a Szent Lukács templomhoz? Fizetek érte $300. Legyen öt. Legyen. Mit akar? Most nem fizethetek ebben az üldözősdiben, még a gatyámat is elhagytam. Sajnálom, Szívi, ha nincs pénz, nincs meló. Jól van, tessék. Ez egy 18 karátos forma tervezett Rolex. A szíja 24 karátos, gyémántokkal kirakva. $10,000 ér. Melyik idióta fizet $10,000 egy óráért? Jonathan. Egy gazdag barát, mi? Őrülten szerelmes volt belém, le kellett ráznom. Amit látom, az órát azért megtartotta. Hazudott nekem, nem tudtam bízni benne. Most áll az alku, vagy nem? Edna Loy. Samantha Crane. De a barátaimnak csak Sam. Az én barátaimnak pedig az agydaráló. Hogy mászunk le innen? Gyerünk, Szívi. Csak bátran, nem nagy ügy az egész. Semmi baj, jó vagyok. De rajta, mász le! Elkaplak! Az Isten, hogy igyekezz, már nem érünk rá egész este. Jó vagy? Igen. Valami baj van? Árulj el valamit. Te kihasználsz engem? Most a Szent Lukáshoz megy? Nem, most a kocsimhoz megyünk. Gyalog egy év alatt se érünk oda. Fegyvert kéne szereznünk. Nem használok fegyvert. Nem hiszek bennük. Tudod miért? Néhányan a klubban hordanak fegyvert, de szerintem nem becsületes. Érted, amit mondok? Ezek a fickók meg akarnak ölni. Megmondtam, nem használok fegyvert. Nagyon helyes, majd szétvered a fejüket, kitekered a nyakukat, ledarálod az agyukat. Hagyd abba! Én megakadályozom, hogy mások ezt tegyék.
Na, mesélek valamit. Látod ezt? Ezt a sebb helyet az orromal? 16 éves voltam, a klubban lődörögtem, mulattam az időt. Hirtelen verekedés tört ki. Egy üveget kaptam a képemet, tudod miért? Mert nem volt kidobó ember. Én a rendet tartom fenn. És szeretem csinálni, büszke vagyok rá. Ennyi az egész. Ezt majd elmesélem a temetéseden is. Na gyerünk, szükségem van a kocsimra. Lázíts már egy kicsit. Még beugrunk valahova. Tartozást kell behajtanom. Most? Jogi, leráztuk őket. Egy perc az egész. Mi vagy te? Éjjel kidobó ember, nappal uzsorás. Igen. Te meg virágban és ninjákban utazol. Mami! Hogy képzeled, hogy hetekig fel sem hívsz? Ki az? Ed! Milyen Ed? A fiat, te idióta! Van mi, ez Samantha Crane. Ez a mamám. Örvendek. Hello, miss... Miféle nő ez, hogy még a nevedet se tudja? Ugyan, mama. Gyere veszem. Na, gyere! Szia, papa! Van munkád? Van munkád. 10 éve valászol, idejövök, ezt kérdezed. Van munkád? Igen, van munkám. Oh, hello! Miért nem mondtad, hogy vendégünk van? Elfelejtettem. Én ismerem magát. Jöjjön, üljön le. Nem, nekem igazán jó így vagyis. Két fotelünk van, alá akar ülni, hát majd leül. Igen. Én viszont a legjobb helyet ajánlom fel neki, ennek a gyönyörű ifjú hölgynek. Hé, papa, vegyél egy hideg zuhanyt, hadd üljön a kislány oda, ahova akar, helyes? Papa! Papa! Mi van? Beszélünk kell. Írj már le! Mennyi? Úgyhogy mennyi, adj egy 20-as benzinre. Egy 20-as benzinre. Na jó. Kösz. Hé, bámulj már, mit bámulsz? Adtam egy 20-ast, bámulhatok, nem? Hé, mama, hol a jogosítványom? A frigider tetején. Látja? Soha nem ülnek kocsiba jogosítvány nélkül. Se egy bírság, se egy kihágás. Soha nem szegte meg a törvényt, igazán rendes, becsületes kölyök. Ha valaki megpróbálná összetörni a szívét, azt megölném. Na ma! Szóval... Mondja csak, hogy kerül egy ilyen nő kapcsolatba a fiammal? Hát ezt elég nehéz megmagyarázni. Csupa fül vagyok. Inkább csupa száj. Hát, ha tényleg tudni akarja, Ed megmentette az életemet. Ugyanis ninja szerzetesek üldöztek a Vörös Lótusz miatt, ami szerintük a világ feletti korlátlan hatalmat biztosítja. Na persze. Hát... Beszélnem kell veled, fiam. Hogy is mondta a Vörös Lótusz? Nem helyeslem, fiam, hogy kihasználod egy elmebeteg nő gyengeségét, nem erre tanítottalak. Elmebeteg? Figyelj, papa, mit beszélsz itt szegény lány orra előtt? Engem ne oktasd ki a saját házamban. Jó, de miért engem nem érdekelnek a kínai lótuszok, de miért meg a vörös papás lótusz, meg a igen, nagyon örültem. Fogd már be a szád, fiam. Vigyázz, hogy ez az a bár. És nem lett a szád, hogy kellemes volt. Viszont a jövőre hívjál meg. Ne, hogy jövőre hívjál meg. Ez sem belém. Kedves család. Miről beszélsz? Ez az igazi élet. Így kell beszélgetni. Jó. Ők a szüleim. Nem mondtam, nem szóltam egy szót. Egy kicsit több tiszteletet kérek, jó? Hova mész? Erre, gyere. Hátul megyünk, úgy gyorsabb, gyere. Nem örülök neki, hogy Ed ezzel a nővel császkál. Neked senki nem tetszik, akit Eddi hazahol. Valami nem stimmel ezzel a lányban. Hagyj kialakul! Ez az, jó helyen járunk. Mi van már megint? Biztos elfelejtettek valamit. Te vagy az Ed! Mi nem rendeltünk kínai vacsorát?
Egy hölgyet keresünk, Miss Samantha Crane-t. Azt az ütődött tyúkot? Épp most mentek el a fiammal. Azt mondta, valami gyilkos ninját üldözik. Ó, igen. Miss Crane azért szenved ebben a kényszerképzetben, mert kollégáim a pszichiátriai intézetben történetesen ázsiaiak. Valamint félrevezető a fekete ruházat is, tudja. Úgy nézünk mi ki, mintha ninják volnánk. Haj, Sam-Sam! Még ennyit se tudsz. A ninják japánok, ezek az urak viszont kínai nyelven beszélnek. Maga nagyon bölcs ember. Ha a fiúk Miss Crane-nel van, nagy veszély fenyegeti. Miért? Mi van? Hol van most? Elmentek a kocsijáért, mindig a lakása előtt parkol vele. Charles Street 36. A Lotus koktélbár fölött lakik. Várjon csak egy kicsit, Doki. Mi a száma, hogy felhívhassam a fiamat? A szüleim kedvelnek. Pedig nem kedvelnek akárkit, még engem se. Egyben igazuk lehet. Most már nem teszünk több kitérőt, ugye? Ja, látod, én itt lakom, jó hely, mi? Nem gondolod? Lehetente van itt egy-két késeléskedés, rablás, nem semmi komoly. Tetszik a környék? Nyáron kéne, látod, amikor kinyitjuk a tűzcsapokat, remek mulatság. Na gyerünk, tisztuljatok innen. Nyomás. Hát nem elképesztő? Itt nyaral a kocsimon a ménkű nagy valagával, ilyet még életemben nem láttam. Az ülésozat hideg ilyenkor, de a csajok csípik. Na ezt nézd meg, az én kis büszkeségem. Na, hogy tetszik? Szép kocsi. Szívi, ne szórakozz velem. Oké, akkor egy ócska vas, most boldog vagy? Szeretem az őszinteséget. Oké. Őszintén szükségem lenne egy mosdóra. Na, gyere. Parancsolj. Gyere be! Ez a lakásom. Ez az egyik trófeám. Boxmeccsen nyertem 84-ben. A homokzsákom. Nem ilyennek képzelted, mi? Igazán nem kell exkuzálnod magad. Én nem szóltam egy szót se. Csak gondoltál. Na se baj. A klotyó arra van. Na? Elcserédlen kimenős a héten. Jó vagy? Igen. Akkor indulhatunk is. Egy pillanat. Gyere ide. Na gyere! Add ide. Jó van. Ezek az őrültek újra feltűnhetnek. Fel kell készülnöd. Verekedni tanulunk. Az jó lesz, remek. Igen?
Figyelj, nagyon egyszerű. Két lépésből áll. Saját találmány. Oké? Okay? Egy. Bum! A mogyorói közé. Igen, ezt a módszert magam is ismerem. Gondoltam. Kettő. Bum! Felütöd az állát. Kifekszik. Most lepróbáld ki rajtam. De lassan. Nagyon, nagyon lassan. Oké? Oké. Egy. Rendben van. Semmi gond. Egész jó. Folytasd. Adj bele mindent. Keményen. Oké. Látod? Egész jó. Ha gyakorolod, akkor menni fog. Ha betaláltál volna, nekem biztos annyi. Mm-hmm. Igen. Hé, ebben benne vagyok. Igazán? Igen, a decembernél. Jó, majd a december lesz, akkor megnézem. Hozom a kabátodat. Remélem, az óra tényleg 10 000-re ér. Jonathan nem hazudna ilyesmiben. Mi ilyesmiben hazudott? Elfelejtette közölni, hogy... Majd holnap elmagyarázom, Miss Bellows. Miss Crane! A két lépést! A két lépést? Ennek nincsenek golyói! Miss Bellows! Ed! Ed! Jaj, csak ügyesen, óvatosan. Jó. Rendben. Miss Bellows, maga a legjobb főbérnök. Nem tudom, nem vagyok-e túl öreg ehhez. Most mennünk kell. Nagyon köszönöm. Kérem. Elkéstek, mint mindig, fiúk. Ha
Már elmondtam. Semmi egyebet nem tudok a kínai fickókról. Honnan tudja, hogy kínaiak? Talán japánok? Vagy vietnámiak? Vagy koreaiak? Vagy marslakó? Vissza a nőre. Azt mondja, ma látta először. Így van. Korábban azt vallotta, hogy betört a Zebra klubba, ahová két állítólagos ninja követte. Csak akarták követni. Kettejüket megállítottam. Maguknak kellett volna összeszedni őket. Benny kihívta a zsarukat. Benny Briscoe? Ő volt az egyik áldozat. Nyakát törték. A kidobó emberek életesen fenékig tejfel, igaz? A kihívott járőrök nyomát se látták semmilyen ninjának. Talán mert elvitték a sebesülteket. Nézzék, nem egyedül voltam a klubban. Több százan láthatták őket. Miért nem azokat kérdik? Kérdeztük. Ők is észleltek ninja tevékenységet. Persze, ittas állapotban. Miért rám pocsékolják az időt? Miért nem kapják el ezeket az őrülteket? Maga okos fiú, Ed. Kidobó fiú létére. Nézzék át a Kínából jövő gépeket. Hívják a nagykövetet, vagy akármit. Ne oktasson itt minket. Nem hívjuk se az FBI-t, se az Interpolt. Egy neandervölgyi izomgép és egy idióta modell miatt szálljon le a földre. Sam nem idióta, és én sem vagyok neandervölgyi. Inkább krományoni. Micsoda? Visszajövünk. Kínai ninják, na ne hülyítsetek már! Ez még mind semmi, hallgass meg a tyúkot is! Ismerem, már láttam valami bugyi hirdetésben. Vigyázz! Azt hittem, meg akarod lepni őket. Gyerünk! 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 Black, Smith, Jones, Brown. Elmondanám még egyszer, miért is üldözik ezek a kínai ninják magácskát? Már kétszer is elmondtam, a virágot akarják. Ó, persze. A virágot. Tudod, azt, amelyik biztosítja a korlátlan hatalmat. Miért hiszi, hogy bevesszük ezt a baromságot? A nővérem elhiszi, és soha nem téved. Akár csak a feleségem. Ez a maga nővére. Nem a féle Indiana Jones vagy micsoda? Nevessenek, ha akarnak, de a nővérem háromszor publikálta az Akadémia Botanikus szaklapjában az elmúlt két évben. Le vagyok nyűgözve. És hol érhetnénk el ezt a maga híres tudós nővérét? Nem tudom. Azt mondta, találkozunk a Szent Lukács templomnál holnap. Aztán eltűnt, miközben engem akart megvédeni. Ez nem nagyon sikerült, igaz? Jobb, ha itt tartjuk holnapig, amíg nem találkozhatunk a nővérével. Hát, ha ő normális válaszokat tud adni. Szeretném felhívni az ügyvédemet. Az egy telefont. Megszakadt a vonal. Talán az ügyvédje letette. Teljesen süket, nem működik. Persze. Halló? Központ? Halló? Az Istenit! Két hónapja szerelték fel az új rendszert. Jaj ne, jaj ne, jaj ne. Biztosan a ninják. Majd lerendezzük. Próbálja újra. Micsoda sztori, állarcos majmok! Elegem van az egészből, igen! Szent Lukács templomot mondtam az elmúlt 15 percben. Ugyanazt is vételnek. Igen, persze, értelmesen beszélni. Üljön le! Üljön le! Menjenek a frankba! Ed, kívül tükör van, nem látja magát. Két órája magamra! Ne is pihenjen, ha olyan fáradt. Szedje össze magát, itt az ideje, hogy értelmesen beszéljen. Az Isten itt, most mit csináljunk ezzel a hülye ribanccal? Mi van? Egyetlen telefon sem működik. Na, nem mond. Jézus Mária. Egész helyes kis lotyó, nem? Igen. Egész helyes.
Semmi baj, Ed. Tudjuk, hogy van ez. Mi hogy van? Ilyen osztályon felüli csaj nem esik le minden nap, ahol teljes legfeljebb egy-egy narkó zombi vagy kiskorú alkoholista akad belé. A külváros vadhely. De Samantha Crane más eset. Maguknak elment az eszük. Igen? Miért kockáztatsz egy vadidegenért? $10,000. Ezt adta. Melyik maran fizet $10,000 egy óráért? A helyzet az, hogy magamat mentettem, amikor az utamba akadt. Nem szeretem. Nem is ismerem. Nem mondtam, hogy szeretem. Nem érd a csajt! Hagyd ezt a ninja szöveget, és mondd el, miről van szó! Miről van szó? Narkóról, narkó a Távol-Keletről. Nem értik, mit mondok? Téged! Fogják már be! Figyeljenek rám! Nem látok a szemükről? Egyetlen telefon sem működik. Nem gondolják, hogy ez jelent valamit? Mi tudjuk, hogy te tiszta vagy. Csak a csaj miatt keveredtél a narkós buliba. Átejtett. Hát ez hihetetlen. Ne védd már az istenit, ez a ribanc átvert téged. Azok után, ami a klubban történt, még mindig nem bíztek a ninjákban. Mi a jogban hiszünk el. Figyeljenek már rám! Ezek nem drogkereskedők, hanem gyilkosok, hallják? Én hallom. Ez a rohadt virág nagyon fontos nekik. Az igazat! Mondd meg az igazat, vagy kiverjük belőled! Az igazság az, hogy idióták vagytok. Elég! Halljam az igazat! Az igazat mondom, és a hajlandó akkorlának... Hagyják már békén azt a lányt! Ki vele mi az? Heroin vagy ópium? Micsoda? Miért nem vallja be, hogy ez csak egy idétlen agyszülemény, és miért nem működik velünk együtt? Ez itt Amerika, az Istenért! Állarcos ninják! Mi nem vagyunk ninják! Hát nem vicces! Jó! Játszani akarsz? Hát játszunk! Sok bajt okozott nekünk, Miss Crane. Ezt elvártam a nővérétől, de nem egy libától, akinek káposztalé van a fején. Ha nem kötne önmegtartóztatás szent esküje, szívesen elszórakoztatnám magát. Felállsz, vagy jó ott is? Jó vagy? Na, gyerünk! Várj, egy pillanat! Mi van? Begörcsült. Mi? A nyakam, ahol megütött. Mutasd, hol? Igen, ott. Itt? Milyen? Jó. Most jobb? Igen? Ez finom, mi? Uh-huh. Egészen szép nyakad van. Tudsz róla? Látod, már is jobban vagy. Na, gyerünk! Állj majd, lövök! Várjanak, itt vannak lövök! Tűnés a lépcsőről! Ne mozdulj, vagy lövök! Hát ilyen nem. Hát ezt nem hiszem el, mellé lőttél! Hát ez nem igaz! Oda néz! Úristen! A fene! Tessék! Oh. Gyerünk! Kapd el! Gyerünk utána! Vigyázz! Mozgás! A fene! Felébe! Gyerünk már! Jó.
édes Istenem, Eddie, hol vagy? Nem látom, tudja, hogy soha nem hiszem el. Ezek az állatok kipucoltak egy egész rendőrőrsöt, anélkül, hogy beleizzadtak volna. Nem tudom, mert nem is hiszem, hogy én nem bírok ezekkel. Ne becsüld alá magad, remek volt. Mázlin volt. Az a fickó elkapta a golyót. De mégis, kihoztál minket egy darabba, látod? Elég ebből, elég. Kérd meg a nővéredet, hogy adja vissza, amit akarnak. Cserben akarsz hagyni, igaz? Én félek. Nagyon helyes. Egy csomó embert ismertem, akik csúnyán végezték, mert nem féltek semmitől. Tudod kell, mikor kell kiszállni. Én tudom. Úgyhogy sétál le tíz sarkot, fordulj balra, és szemben ott lesz a Szent Lukács templom. De legyőzhetjük őket. A szíveddel beszélsz, nem az eszeddel. Nem teheted meg, hogy csak úgy itt hagysz. Sajnálom, Szívi, de tudom, mikor győztek le. Rendben. Szia, Szentvit, Helen! Lenne itt egy fürdőruha reklám. 5.55. 19.72. Hamilton szálló. Halló, igen. Beszélhetnék Kemi Crane-nel, kérem. Nincs ott. Akkor adja nekem az igazgatót. Ah, halló. Ön hagyott nekem üzenetet a nővérem nevében. A nővére azt üzeni, hogy azonnal keresse fel a szállodában. Tényleg? Fogalmam sincs, hogy jutok oda. Igen? Ó, az csodálatos lenne. Igen, itt vagyok a Guild színházzal szemközti sarkon. Tudja, hol van? Akkor küldjön ide egy kocsit. Oda bent várom. Egy fél órán belül. Hálásan köszönöm. Nincs mit. Mindent úgy tettem, ahogy mondták. Köszönöm. Az orrom! Igazán szükség volt erre. Azt hiszem, eltört. Thank you.
színé, ha munkát keresel, én mondom, már is megkaphatod. Kösz, de most mondtam fel. Hozhatok valamit? Egy perét kérek. Sajnálom, de ilyesmi nincsen. Hát akkor talán egy pohár víz is elég lesz. Biztos ne hozzak mást? A víz sincs ingyen. A víz jó lesz, kösz. Nyugi, bébi, csak én vagyok a te Rómeód. Nem te vagy az első, akit felizgat az érintésem. Tűnjön el maga, állat, várok valakit. Fogadok most, azt hiszed, hogy én valami piti kis szoknyavadász vagyok, igaz? Tévedsz. Ilyen a külsőbb, ez egy átok. A nők azt hiszik, egy kaszanova vagyok. Csak lassan, kisanyám. Egy egész éjszakád van, hogy belém szeress. Ez nem lóverseny. Egy? Kettő! Szép volt, Simi. Az új udvarlod? Ed, mi történt veled? Elestem. Tiszta kosz vagy, vigyázhatnál. Tudod, hát csak azért jöttem, hogy ezt visszaadjam. Nem fejeztem be a melót, és gondoltam, ha mégis összejöttek a fiúddal, kíváncsi lesz, hol van a 10 000 dolláros órád. Pedig már kezdtük meg kedvelni egymást. Tényleg? Szóval van barátnőd? Viccelsz? Aki nekem kell, annak én nem kellek. És akinek kellenék, az nekem nem kell. Engem melyik kategóriába sorolsz? Egyikbe se. Nem vagyok az eseted. Ha órát vennék is, az elemet te vennéd bele. Mit hozhatok? Csak egy pohár vizet. Azt is fel kell számolnom. Hát akkor tegye azt. Mit keresel te itt? Én egy kocsira várok, ami elvisz a nővéremhez. És mi lett a Szent Lukáccsal? Kemi üzenetet hagyott a rögzítőn, egy szállodába ment, és most ő küldene kocsit értem. Ide? Igen. Nem furcsa? Hirtelen megváltoztatja a tervet. Ez nem kóser. Ha úgy értem, ha történne valami itt a Krimóban, még kidobó sincs. Te egy becsületes ember vagy, igaz? Mit mondtál? Azt mondtam, becsületes ember vagy. Ne hiszelek nekem. És te mencs. Jó. Tűnjük innen. Ezt elteszem. Hé! Hey! Mit csináltál Jimmyvel? Őt kérdezze. Tudtam, hogy nem Rómeónak hívják. Még szép, hogy nem. Uramisten! Mi újság, fiúk? Adja meg magát, Miss Crane. Egyikőjüket sem áll szándékunkban bántani. Tehet nekem egy szívességet. Boldogan. Sam! Miért kellett ajánlatot tenned az úrnak? A barátja okosan beszél, Miss Crane. Még fennáll a lehetősége, hogy élve megússzák. Bevallom, csekély az esélyük, de létrejöhet. Ne nevettessem már! Soha nem engedne el minket! A Vörös Lótusz birtoklása a föld leghatalmasabb embereivé tenne engem. Ha megkapom a virágot, mehetnek a rendőrségre és áldásom rá. Nem árthatnának nekem. Senki sem árthatna nekem. Azt hiszem, vallási okok vezetik magát. A franc akar örökre kungfu bajnok lenni. Vannak ambícióim. Hadd mondjak valamit, bohóckám. Sose kapja meg a virágját. És hogy akar ebben megakadályozni, Miss Crane? Megfojt a bikiniével? Tudja maga, ki ez? Valami szerencsétlen majom, akit magába bolondított. Ő az agydaráló. Gyűlöli a kungfut. Szerinte az ilyesmi csak pólyásoknak való. Hé, várjál már, miről beszélsz te?
Épp azt mondtam, hogy imádom az ilyesmit. Chuck Norris, az összes filmje megvan. Tudod, az a szőke gyerek. Verik szét a ninják fejét. Végünk van. Utoljára mondom. Nem vagyunk ninják. Miss Crane! Ide nem lehet bepofátlankodni. Tűnés! Menj csak szépen a többi nyálcsorgató közé. Ott látsz olyat, amit megírhatsz anyucinak. Kukkolás nincs, hapsikám. Menj csak vissza a helyedre. Ott majd láthatod a ditkókat eleget, érted? Menjetek! Egész helyre kis haverjaid vannak. Nagyon köszönöm. Mit köszönsz? Fizest ki! Hát nekem... Szóval most éppen nincsen nálam egy fétyink se, de a barátomnak van, nála van az óra. $10,000 ér, megyek és elhozom. Azt akarod, hogy elhiggyem, van olyan marha, aki 10,000-et ad egy óráért? Figyelj, hercegnő! Én nem dolgozom ingyen. Leperkálod a pénzt, vagy már is megyünk vizitre a ninjákhoz. Bocsi. Mi ez itt? Jelmezbál? Keressétek meg a nőt. Gyerünk! Tűnj el az utamból, Szívi jelenésem van. Miss Crane! Ha érdekli még a barátja élete, egy lépés sem tesz tovább. Nem akarom bántani sem magát, sem őt. Csak azt kérem, ami jog szerint engem illet. Amit immár 2250 éve keresünk. Sem! Sem, rohanj! Fuss a nővérethez, ezt én elintézem! Ed! A francba! Szerelmes magába, igaz? Gondolod? Örülök magának, agydaráló. Kösz. Szeretem az olyan férfiakat, akik mosolyogva halnak meg. Elmenekült! Pancserek. Talán te méltó áru leszel a Lotus ellenében. Itt szarakodsz, üss már le és kész. Talán inkább átszabom az arcodat. Akkor aztán a szépséges Miss Crane bebizonyíthatja a szerelmét. Megbocsátasz? It was a heart, white, broken, cold.
and drunken free. Wine spills on the table. Gold highlighting your face. Watch the spirits tremble. Burning low on black velvet. Sweat runs down your shoulder. You know I'm coming so oh. Hey, Romeo. Te... Kemi? Sam. Ó, oh, Kemi. Hát mégis élsz. Persze, hogy élek. Miért ne élnék? Hát csak mert láttam, hogy Wu utánad ment, és... Igen, és? Ne gyere nekem azzal, hogy a magamfajta modell nem tud vigyázni magára. Várj, mit keresel itt? Arról volt szó, hogy csak délben jössz. Ed. Ed bajban van. Ed? Az a botanikus tudja a számomat. Csak annyit kell tennie, hogy felhív. Ha a lány szeret, meggyőzi a nővérét, hogy adja át a lótuszt az életedért. Halló, ki az? A fiammal Ednél akarok beszélni. Édesanyád. Halló, halló, mikor érsz haza? Mi az, mama? Hát mit tudom én, mikor érek haza? Tedd már le! Nem adom oda a virágot ezért a fiúért. Nem hagyhatjuk, hogy meghalljon. Megmentett az életemet. Te szereted? Talán. Biztos? Gimnázium óta nem láttalak magozni. Kellemetlen. Mert a magasabb szempontok azt kívánják, hogy Wu ne kapja meg a lótuszt. Engem nem érdekel ez a korlátlan hatalom. Marhaság! Engem csak Ed érdekel. Mióta törödsz te mással a napbarnított testeden kívül? Hogyha már az önzésről van szó. Te kényszerítettél, hogy eljöjjek, becsempészek valamit, és kis hián kinyírassam magam, és még csak meg se köszönöd. De elfogadom tőled, mert te vagy a testvérem. De Ed egy jártatlan járókelő. Az Isten, itt végre beleszeretek valakibe, erre kinyírják, mielőtt lefeküdhetnék vele. Talán legyen a nevem ezentúl a diótörő Wu. Te mit szólsz hozzá? Ki se tudod ejteni. A legenda szerint
az az ember, aki a testében hordja a vörös lótusz szirmait, természetfeletti hatalom birtokába jut. Az agya legyőzhetetlen fegyverré válik. Amit elképzel, az rögtön valóra válik. Ha azt mondja, halott vagy, meghalsz. Ha egy lángoló gépet képzel el, a repülő felrobban alattad. Ha azt képzeli, az egész világ istenként tiszteli őt, úgy lesz. Magad sem hiszed ezt a hülyeséget. Nem hittem. De aztán megtaláltam a lótuszt 2 méter vastag hó alatt, mérföldekre minden termékeny talajtól. Pontosan úgy, ahogy a legenda megjósolta. Mondd meg nekem, Samantha. Ed élete, vagy bárki élete. Ér annyit, hogy cserébe vúhoz kerüljön a virág? Nos, barátom, mindketten tévedni látszunk Miss Crane-t illetően. Nem ez az első eset, hogy egy nő kihasznál egy férfit, majd magára hagyja a szükség óráiban. Mi bajod van neked, Wu, ha? Mégis milyen név ez, Wu? A lányok után kiáltok így, hé, Wu! Mit érsz vele, ha megkínzol, mi? Ha az anyám azt mond, hogy úton vagyok. Hello? Ed, jól van? Na hát, Miss Crane, milyen kellemes meglepetés. Gyerünk! Olcsó teátralitás, Miss Crane. Olcsónak nem nevezni. A Crane nővérek. Végünk van. Hogy vagy, Ed? Őszintén, nem emlékszem, mikor mulattam ilyen jól. Ahogy megegyeztünk telefonon, üzletet kötök. Ed a vörös lótuszért. Még mindig igen nehezen tudom elhinni, hogy elcserélni a korlátlan hatalmat ő érte, Ed. Mint hallom, vannak értékei. Látod, Wu, mondtam, hogy a csaj csíp engem. Sármom van, stílusom, karizmám. Meg tükör van az ágyam felett, úgyhogy én vagyok az első, akit reggel meglátok. De sajnálatomra Wu-nak van igaza. Nem érek annyit. Te is tudod, én is tudom. Csak a húgom nem tudja. A vörös lótusz, de most! Lassan! És semmi trükk. Semmi trükk? Csak gondoltam, megnézed az árut. Boldog vagy, Wu? Megvan a virágod. Micsoda baromság. Korlátlan hatalom. Nagyon boldog vagyok. Ed! Sam! Adj találó, mi? Hozd ide! Lépjen hátra, Miss Crane! Ah!
Gyereket vársz tőle, mi? Alig ismer. Azt mondtad, szereted. Ez a perc nem alkalmas arra, hogy ezt megbeszél. Nem adom oda a virágot, csak ha azt mondod, szereted. Mondja csak, szeretem Edet. Ha nem mondja ki, meghal. Oké, szeretem őt. Szeretem őt, és én leszek Mrs. Malloy! Malloy, igen. Négyen vagyunk egy ellen. Most adja ide a virágot. Szerintem egyenlők az esélyek. Ó, fegyvert fogott rám? Így van. Ez nem kung fu film. Most elengeded Edet, vagy szétlövöm azt a ninja pofádat. Nem vagyunk ninjak! Nem vagyunk! Ha én azt mondom, ninja vagy, akkor ninja vagy! Évu! Kapd el! Ne! Sam, a pisztolyt! Ninja vagy, akkor bizony ninja vagy, apukám. Miből gondoltad, hogy legyőzhetsz engem, Ed? Te örökvesztes! Hé, hey, ninja! Ezután a rugás után Miss Crane takarítónőként keresheti a kenyerét. Hé, hey, Wu! Vége a bulinak, haver! Agydaráló. És te most bekerülsz a családba? Ne engedd! Mindnyájatokat elpusztítalak! Hogy érzed magad, Wu? Hol a hatalmam? Én tudós vagyok, Wu, nem hiszek a varázslatban. 2000
250 év. Lehúzhatjuk a klotyóba. Hé, Zivi! Ezért az átverését veretem rongyja a pofámat? Ki mondja? Ez a pillangó kisasszony itt az imént. Kicseréltem a lótuszt egy mérgező fajtára a Szent Lukács kertjéből. Kockáztattad az életünket egy hamis virágért? Sajnos elkerülhetetlen volt. Okos kislány. Van egy ötletem, talán kóstoljuk meg. Egy fenét kaptok belőle, még a kísérleti egerek sem. Ha eladom a múzeumnak, 10 évre fedezhetem a kutatási költségeimet. Megyek Burmára? Mit mondjak mamáiknak karácsonnyal kapcsolatban? Mondd meg, hogy december 25-én van. Jó munkát végeztetek. Modell és kidobó létünkre. Nem könnyű az élet. Viszlát! Jól vagy? Remekül. Egy darabig ugyan nem dolgozhatok, de... Szegény fejed. Semmi gond. Szép kezed van, tudod? Semmi különös. Egyszer volt egy csajom, akinek virslik lógtak az ujjai helyén. A másik meg csontig rágta a körmeit. Neked viszont tényleg szép kezed van. Mindened szép. Különösen a szemed. Tudod miért? Mert olyan embert látok benne, akiért érdemes élni. Nem értem, hova tettem az eszemet. Még hogy te egy ilyen híres modell, bárkit megkaphatsz. Neked olyan kell, aki 10 000 dolláros órákat vesz. Igen. De én? Lett Meloy? Kidobó ember, izom vagy, mit akarok én? Te hülyébb vagy, mint hittem. Tényleg azt hiszed, hogy nekem az óra a fontos? Még soha senki nem mondott nekem ilyeneket. Nagyon kedvellek. Kedvesz? Az előbb még szerettél. Bármit mondanék, hogy megmentsem a világot. Igen? Akkor mondd újra. Szeretlek. Szeretlek. Magyar szöveg Kozák Ágnes, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Flamex megbízásából a Digitál Szinkron Stúdió készítette. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. There'll be no tears or regret when that morning
comes. You'll cry, cry, cry with bomb and gone. You'll be sorrow through the evening, baby, all night long. You'll wonder why, honey, why I'm gone, but I'll be long gone, gone when that morning comes. Well, you put spell on me, babe, I fell in your trap. I tried, tried, tried to fight this and that. You turn around and now your charms, you got the best of me. I won't lose my honey, now I see, but I'm long gone, gone when that morning comes. Well, I back all that damn, my Jimmy's warmed up. The quicker that I get away can't be quick enough. I learned my lesson, honey, I learned it well. What once was a heaven, I turned out to be hell. Hell, me no teasing, rigging, bump this old boy. I cry, 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 I'm gonna jump for joy. Get back, my beloved, get down on my bended knees. Baby, take me back, won't you please? Oh, I'll be long gone, gone in the morning.